Itt van velünk a stúdióban következő vendégünk, Petrucz Viktória, aki fényképek alapján készít alkotásokat, festményeket, képeket, de nem vászonra, hanem házfalakra elsősorban. Köszönjük szépen, hogy itt vagy. Sok szeretettel köszöntünk itt nálunk. Szia. Viki, a festészet szeretete az miből fakad belőled? Nyilván kezdjük ezzel, és aztán majd eljutunk, hogy miért pont házfalakra festesz. Szóval, hogy honnan indult ez a szeretet? A fal. A falfestés az tulajdonképpen 1978-ban kezdődött, mikor megszülettem. Aha. És hát először csak papírra nyilván, és hát én úgy mondanám, hogy úgy is jöttem szerintem világra, hogy anyukám hasából, ugye, szerintem ecsetés paletta volt a kezembe. Az volt a jelent az óviban. Igen, én mindent összefestettem már nagy előszeretettel, és már nem voltak akkor a papírok, hogy tudjak rá festeni, így hát kellett menni a nyomdába, és akkor óriás nagy tekercsekbe hozták az a nyomék a papírokat, és akkor felragasztottak egy nagy falra, és akkor a falakat összefirkáltam. Nem a falakat, nyilván a nagy nyomdai tekercseket. És hát ezt nagyon nagy élvezettel csináltam. Először grafittal, aztán elmentem ugye a városba, minden épületet lefestettem, meg az osztályban, ugye az iskolában is mindenkit lerajzoltam, ilyen óra alatt hátsó padban mindenkit, a tanárokat, a gyerek, mindenkit, osztálytársakat. Hát meg se állt a kezem körülbelül. Egyébként én is ilyen voltam, én is mindenkit lerajzoltam, csak nálam mindenki ugyanúgy nézett ki, mert ez a pont-pont pálcika volt az egész, tehát hogy nekem eddig jutott ez a tehetség. Hát portré rajzolásban voltam nagyon jó, aztán felvételiztem a főiskolára, itt Egerben nem vettek föl természetesen, bár nagyon sokan mondták, hogy nagyon szépen dolgozom, de hát ez nem volt olyan egyszerű akkor bejutni. És akkor én betettem szépen az ajtót magam mögött, és akkor elindultam a náló úton, és akkor jött a falfestés. De az úgy, hogy hát a falfestés minél nagyobb méret, nyilván a nagy falak, tehát hogy a nagyobb méretek érdekel. Tehát a kicsi-pici vásznak azok nem. Minél nagyobb felület, annál nagyobb szenvedés, annál nagyobb tűz jött elő belőlem, hogy én azt valahol akarom vezetni. Ilyet keresgéltem a falakat. És ha már tűz, mondjuk a toszkán életérzés, az mennyire közel hozzád? Melyik a? Toszkán. És meg a toszkán életérzés az úgy jött, hogy hát ilyen utcarészleteket kezdtem el ugye festeni, először vászonra, aztán ezek fölkerültek ugye a neten, ott hirdetem is magamat, és nagyon-nagyon megszerették ezeket az életérzéseket. Ez ment a legjobban, meg ez megy a legjobban, meg ezt szeretik a legjobban egyébként az emberek. Ezt csinálom szerintem a lehetőleg tőlem te lehetőleg jobban. És ez egy ilyen nagy tűzfalra is fölkerült egyszer. Itt a Bükkben először egy vadászrendet festettem, az is nagyon úgy sikerült, így 30 évvel ezelőtt, és ez is egy olyan szerelem volt, hogy azt mondtam, hogy ezt soha nem fogom abbahagyni, de közben nyilván vitt az élet mindenfelé. Nem feltétlenül ebből éltem, hanem vendéglátás, meg külföldön is éltem, aztán jöttem haza, és mióta kislányom van, azóta ez ennek élek. Tehát ő 4 éves, de minden nap festek valahol. Na de figyelj, ez most... Közben nézők láthatják is egy-két munkádat. Szóval, hogy elindulsz az úton, és látsz egy üres falat, és azt mondod, hogy hú, ezt lefesteném? És akkor van olyan, hogy bekopogsz mondjuk, hogy ezt meg lehet-e csinálni? Igen. Ez jó vicc. Hát nem, megtalálnak egyébként. Ez pont a kedvenc alkotásom, ugye ez a toszkán életérzés. Igen. Ez Marcoliban készült egy kertésházban. Hát tényleg innen indult el leginkább. Tehát ez egy nagyon jó referencia volt, mert erre nagyon sokan jelentkeztek. Sokan, ugye nagyon sok ilyen készült, és ezt egy 2 nap alatt megcsináltam, tehát ilyen iszonyat nagy szenvedéllyel. Nem tudom, nekem ez az érzés, ez az életérzés van bennem. Ez pont Egerben van egyébként, nem mondom, hogy hol, milyen pizzériában, és ez nem rég, igen, ez is Miskolcon, egy magánháznál, toszkán életérzés, igen. Ajtók, ablakok, virágok, cserepek. És milyen technikát kell alkalmazni? Nyilván más technikák kellenek, mint hogyha vászonra festenél, meg más anyag is kell hozzá. Igen. Tehát vízfestékkel nem tudod, mert akkor holnap után jön az eső, és vége van a dalnak. Hát ez kültéri homlokzott festékekkel készül minden alkotás. Általában az ilyen autentikus életérzések, amik minél öregebb egy fal, annál szebben tudom ábrázolni. Aha. Valahogy így a falak ódonsága adja vissza azt, hogy mi legyen rajta, mert valahogy meglátok egy falat, és így látom, hogy mi van ott. Tehát az üres falon
így előjön a kép, és akkor azt úgy érzem, hogy na, az oda, olyan, oda lesz egy ajtó, jó, oda lesz egy kis út, ami bevezet egy szőlősbe mondjuk, nem tudom, ez így jön, látom a falakon, mi van. Levi, már rákérdezett, de akkor ezek kifejezetten tartósak. Igen, feltétlenül, tehát mondom, van 30 éves képem is, vagy festményem. Nagyon érdekelne, hogy egyébként vászorra is festesz még? Hát arra már nem annyira jut idő, mert nyilván elfáradok egy ilyen nagy munkában, és többek között ez a megrendelések több százaléka. Nem tudom, ez kezd ilyen különlegesebb, ezt nem mindenki csinálja. Annyian festenek már vászonra, én valahogy más akarok lenni. Lehet, hogy ez csak ilyen különbség, vagy különcködés, vagy ez ilyen ego, vagy nem tudom, hogy más vagyok, mint a többi. De nem, mert ez hoz lázba. Most a vásznak nincs akkor a vászon, amire lehetne jó érzéssel festeni számomra. És akkor ez, hogyha valaki megkeres téged, akkor nyilván annak fix elképzelései vannak, hogy mit szeretne látni a falon, az adott falon, akár fénykép alapján, vagy képeslap alapján is. De lebeszéled róla, festé. És inkább a toszkán életérzés. Ezt akartam kérdezni, hogy van akit lebeszélsz esetleg róla is? Azt mondod, hogy hú, itt szerinted ez jobban néz neki, mert ahogy mondtad, hogy ránézel a falra is, ott már látod a képet. Hál' Istennek a referenciából adódóan így rám bízzek. Tehát, hogy olyan érdekes, hogy mindig azt mondják, hogy figyelj, kezdj ez a fal, amit akarsz. De azért nyilván van egy irány, nyilván a toszkán életérzés, de nem mindig ugyanazt festem, tehát ugyanazt nem lehet, ugyanazt az ajtót, ugyanazt az ablakot nem, hanem egy másik elrendezéssel, vagy másik gondolattal, hogy mögötte egy út, vagy egy tájkép. Mindig valamivel megfűszerezem, hogy ne legyen olyan egyforma, vagy egysíkú, vagy egyforma referencia. Ugye nekem az számít, hogy mindig más is változatos legyen. De nagyon sokan kapnak erre az toszkán életérzésre. Igen, mert ez olyan autentikus is. A munkát magát hogy képzeled? Készítesz egy vázlatot először a falra, és utána kezded el, vagy egyből essünk, vagy csapjunk a lecsóba, és már mindjárt ecsetet ragad? Hát viszont a falra, nem igazán, nem az, hogy ez ilyen nagyon nagy szenvedéllyel kezdődik, ugye beficipelem a nagy festék, az nem olyan nagy szenvedélyem a festékcipelés, de erre is vannak eszközök, egy kis tajuskával bemegyek a kis kertbe, kipakolom az óriás vödröket, és akkor ugye ecsettel dolgozom. Minden. Meg hát színezned kell, igen. Ugye azért. Hát keverem a színeket, aha. Igen. És akkor az olyan átszellemülés, nekem ez ilyen meditáció. Én akkor nem gondolok semmire. Csak az, hogy legyen ott, és hadd csináljam már. Tehát ez kiadja belőlem azt a fölösleges energiát, ami szerintem ilyen meditáció, igen. De azért inspirációt biztosan merítesz valahonnan. Igen, szoktam előtte kérni az angyalaimat, hogy igen, minden jöjjön le, ami onnan fentről. Szerintem egy ilyen velem született rendellenesség, de isteni képestelen, tehát nagyon hálás vagyok érte nyilván. Nagyon sokat segít az életemben a mentális egyensúlyban, mindenben. Nagyon szeretem. Volt már olyan, hogy korrigálnod kellett valamit magad miatt? Tehát, hogy megfestettél valamit, és azt mondtad, hogy hú, ez mégse. Tehát amit oda teszel, kvázi, az neked az úgy rendben van. Mivel radír nincsen, de nyilván át lehet festeni meg. Tehát én nem szoktam, minden sikerül általában úgy jön, és ott úgy az jó lesz. Valamikor meg sem nézem, hogy mit csinálok, ugye hátra kéne menni, de nem is, erre sincs idő. Tehát, hogy így nem szoktam hátra menni, csak a legvégén. Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy egy forgalmas négysávos út mellett festeni, hátra menni állandóan, megnézni a képet, hogy persze, áll. Persze, de ilyen gerilla módon, igen, hogy oda mész és ez street art. Viki, köszönjük szépen, hogy itt voltál, és egy kicsit megismerkedhettünk ezzel a fajta történettel is, mert azt gondolom, hogy ez színesítheti akár a városképet is, nem beszélve arról, hogyha valaki minden nap szeretne egy toszkán szőlőbe lenne, akkor ha megkér téged, akkor ezt tudod, megvalósíthatod neki, legalábbis a falfestéssel kapcsolatban. Nagyon szépen köszönjük, és további sok sikert kívánok. Köszönöm a lehetőséget. Köszönjük szépen, hogy itt voltál.